Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Megnyerte hazai rendezésű tornáját a Fátum Nyíregyháza. 57 kárpátaljai fiatal futballista készül Kisvárdán. Ismét kilépett a nemzetközi porondra a Kétszápák U20-as együttese. Harmadik bajnoki meccsét is győzelemmel zárta az NTK csapata. A piac ellenkezi a szezont a nyíregyházi kosársuli. Megnyerte hazai rendezési tornáját a Fátum Nyíregyháza. Hollósi László együttese, az MTK és a Kaposvár csapatát is 3-0-ra győzte a Continental Arénában. Fontos volt az, hogy mutatkozunk be a hazai közönség előtt, tehát hogy milyen az első benyomás a szurkolóknak. Úgyhogy ebből a szempontból mindenképp nagyon örülünk annak, hogy sikeresen abszolváltuk a hazai rendezési tornát, de azért helyén kell kezelni ezt a dolgot. Tehát ez egy állomás volt, nyilván itt elsődlegesen az volt a legfontosabb, hogy bizonyos taktikai elemeket gyakoroljuk. Én örülök annak, hogy mutatott teljesítményben, illetve mutatott játékban helyenként szép dolgokat csináltunk, de hát azért mind a bajnokságban, mind akár amikor a nemzetközi kupában játszani fogunk, sokkal több kell majd, és ezt én meg is fogom mondani most a játékosoknak, épp most nem sokára edzünk, meg a taktikai értekezleten délután is felhívom a figyelmüket, hogy nehogy azt higgyük, hogy most már akkor mi mindent nyerni fogunk. Lent kell maradni a talajon, és kőkeményen kell dolgozni, mert én biztos vagyok benne, hogy a többi csapat is nagyon keményen dolgozik, úgyhogy igenis alázatosan kell a elkövetkezendő edzések és feladatok elé állnunk. Időarányosan hol tart a felkészülést a formát tekintve a csapat, hiszen említetted a nemzetközi kupát, elvileg akkor kell, és a bajnokság hajrájában majd a legjobb formában lenni. Amikor beszélgettünk a szakmai stábbal, a legfontosabb az volt, hogy majd a Düdingen elleni párharcra hegyezzük ki a csapatot, de hát a bajnokságra is nagyon oda kell figyelni. Tehát nagyon kiegyenlített lesz ez az idei bajnokság. Tehát ahhoz, hogy az ember eljusson a playoffig, azért nagyon oda kell tenni magát a csapatnak, illetve a szakmai stábnak is. Úgyhogy én azt mondom, hogy az eddig látottak alapján nem állunk rosszul, de nyilván a pudingnak az evés a főpróbája. Tehát meglátjuk, hogy majd hogy működik ez a bajnokságban. Minden mérkőzés egy háború lesz, úgyhogy nekünk tényleg arra kell odafigyelni, hogy apránként, mint a hangyák, gyűjtögetni kell a pontokat, győzelmeket, és utána a végelszámoláshoz kell oda kerülni majd. De hát ezért dolgozunk. Én azt látom, hogy a lányok egységesek, és talán ez a legfontosabb idei célkitűzésünk, mert az, hogy most hova fogunk eljutni a végén, az annak a következménye lesz, hogy dolgozunk edzésen, illetve hogy viszonyulnak egymáshoz a lányok. Én úgy gondolom, hogy elsődlegesen ebben lépünk most sokat előre, hogy sokkal egységesebbek a lányok, és tényleg azt látom, hogy egy jó hangulatú kis brigád kezd kovácsolódni. A jövő héten bajnoki rajt, mi addig a program? Még ezen a héten játszunk egy felkészülési mérkőzést. Először a terveinkben egy külföldi csapat szerepelt, szerettünk volna lemenni Szabadkára. Kisebb-nagyobb problémák vannak most ott, úgyhogy emiatt visszamondták az utolsó pillanatban ezt a mérkőzést, de hála Istennek az Újpest csapatával sikerült fölvennünk a kapcsolatot, és ők segítségünkre vannak abban, hogy tudjunk most szerdán játszani egy jó mérkőzést. Mindenképp egy olyan csapatot szerettünk volna, akivel egy parás kis mérkőzést tudunk játszani, és ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy az Újpest az egyik legnagyobb riválisunk lehet ebbe a bajnokságba, úgyhogy ez mindenképp nagyon hasznos lesz számunkra. És utána már a rendes mikrociklussal, tehát egy hatnapos mikrociklussal megyünk bele a Jászberény elleni mérkőzésbe. Nyilván ott már abban az ütemben, meg abban a metodikában haladunk, ahogy alapvetően egy versenyidőszakban eltervezzük. Sokat fogunk elemezni az ellenfél játékát, ennek megfelelően fogjuk alakítani a saját játékunkat, tehát sokkal specifikusabb edzések és felkészülés lesz. Most már épp itt az ideje ennek is. Amikor a felkészülés kezdetén beszélgettünk, azt mondtad, hogy szeretnéd, ha minél hamarabb összeáll az a társaság, amely több helyről verbuálódott össze. Most már a bajnoki rajt előtt vagyunk. Hol tart ez a folyamat?
másfél hónapja kezdtük el a felkészülést, és úgy érzem, hogy sikerült összeállni ennek a csapatnak úgy, ahogy én elképzeltem. Nyilván még vannak hiányosságaink, de azért még van egy hetünk a bajnokság kezdetéig, és szerintem ezeket orvosolni tudjuk. Túl vagytok már jó néhány edzőmeccsen, túl nagy győzelmeken. Milyen következtetés lehet ezekből levonni a bajnokságot és a nemzetközi kupa szereplést illetően? Voltunk Jászberényben egy tornán, azt sikeresen meg tudtuk nyerni. Itt Nyíregyházan is játszottunk egy tornát, szinte majdnem ugyanazokkal a csapatokkal, akikkel Jászberénybe is. Erős lesz ez a mezőny ebben az évben, de remélem, hogy sikerülni fog megnyerni a bajnokságot. 57 kárpátaljai fiatal futballista készül Kisvárdán. A Várda és a szakmai és pénzügyi téren is segíti a Munkácsi Akadémia munkáját. 5-6 éve keresgettük a kárpátaljai futballistákat, hogy bevonjuk a kisvárdai futball életbe. A felnőtt csapatunkban már az elmúlt évben azért jelentős számmal meg is fordultak. Majd azt követően gondoltunk egyet, és szétnéztünk, mert ugye szélesebb piac a kárpátaljai, mint a mi kis területünk, és az akadémiánk elindulása kapcsán, hogy nagyobb merítési lehetőségünk legyen, elindultunk kutatni fiatal játékosokat, akik azt gondolják, hogy Európa felé vehetik az irányt, ezen belül Magyarországon akár le is telepedhetnek, futballozhatnak, megmérethetik magukat, és nagy szerencsékre a kormány elindított egy Kárpát-medencei futballprogramot, amelyet korábban már a csíkszeredai, erdélyi játékosok előttünk 3 évvel már kormányprogramon belül üzték, majd szépen folyamatosan jött a Dunaszerdahelyi, a Dac, jött a Topolyai, jött az Eszéki, majd jött most a Lendvai, közben ugye mi is csatlakoztunk, és tulajdonképpen a Város Sport Egyesület szervezésén keresztül a munkácsiakat megtaláltuk. A Munkácsi Labdarúgó Akadémia az már működött egy közös ismerősünknek a szponzorációjával, majd összeegyeztetve a két klubot, a programunkat, arra a következtetésre jutottunk, hogy egy olyan szoros együttműködés fogunk, amely mindkét partner, mindkét klubnak nagy előnyére szolgálhat. Tulajdonképpen szakmai és pénzügyi vonatkozásban is segítjük a kintieket. Rengeteg alkalommal jönnek át hozzánk edzésekre, az edzők tanulni, mi is mentünk, kurzusokat tartottunk nekik. Van egy olyan központi programunk, amely a Felsőti Akadémia közösen került kialakításra, amelyet ők is teljes mértékben átvettek, és egy olyan filozófiát fonosítunk meg, amely a felnőtt futballunkban már jelen van az elmúlt 8 év során, fellelhető jegyekkel. Azt gondolom, hogy a kárpátaljai gyerekeknek a mentalitása tökéletesen illik ebbe. Az ő fizikai felkészültségük egy picit a különböző testnevelés óráknak, szemléletüknek másabb, lényegesen erősebbek, akarnokabbak, nem annyira pegyhüttek talán, mint a mi fiataljaink, és ez egy olyan szemléletváltozást eredményezett a klubunknál, az akadémiáknak, amelynek most már az eredményei is egyértelműen mutatják, hogy nagyon jó útra tértünk. És azokat a játékosokat, akik kint tehetségesek közé sorolhatóak és akarnak tanulni is, azokat megpróbáljuk integrálni, megpróbáljuk behozni, akár az iskolába, akár csak a klubhoz, és még kint járnak, suliba átjárnak edzésre egy heti 3-4 alkalommal, meg a meccsekre, de megadjuk nekik a lehetőséget, hogy nem megbántva a kintieket, de talán infrastruktúrálisan jobb körülmények között és magasabb szakmai szintet adva nekik, az életpályájukat, a céljaikat Magyarországon keresztül éhessék el. Hány korosztályban, hány határon túli fiatal készül most jelenleg Kisvárdán? Jelenleg 57 játékosunk van Kárpátaljáról. A 2007-2008-as korosztálytól már jelen vannak. Nagyon erősek is vagyunk ezekben a fiatal korosztályokban. Azt gondolom, hogy az elmúlt mérkőzések ezt egyértelműen alá tudják támasztani. A játékosok közül sajnos nem mindenki tudja még a magyar nyelvet. Az első évben a magyar oktatásra fektetünk külön hangsúlyt, egy 0. szintet kapnak a játékosok, ahol külön magyar tanárokkal tanítjuk őket, illetve az itteni kollégiumi iskolai elhelyezés is ezt a célt szolgálja, hogy próbálják meg a magyar szociális rendszert magukévá tenni, és az edzéseket természetesen emellett még kiemelt számban is élvezhetik, és úgy gondolom, hogy ez az 57 kiegészülve a mi 150-160 játékosunkkal egy olyan fajta, mint az imént is említettem, plusz pozitív szemléletváltozást eredményezett. A magyar játékosoknak is a mentalitása pozitív értelemben nagyon-nagyon sokat változott, és
úgy érzem, hogy ez nagyon-nagyon hasznos mind a játékosoknak, mind pedig a klubnak, és bízom benne, most is már 8-10 válogatott szintű játékosunk van, és most már mennek is a toborzókra válogatotthoz, hogy rövidesen magyar válogatottak sorát fogjuk tudni innen felvonultatni. Milyen létszámú és milyen képzettségű szakembergárda képzi ezeket a fiatalokat, gondolok itt a Kárpátaljáról érkezőkre és természetesen a itteniekre? Külön játékos megfigyelő hálózatunk van már Kárpátalján, több scoutot fizetünk kint, akik edzők is, Ungváron is, illetve Munkácson is, korábbi itteni játékosaink, akik jól beszélik a magyar nyelvet, illetve az edzőket, akiket kint foglalkoztatunk, azokat már bentébb régiókból is sajnos importálnunk kellett, mert Kárpátalján kevés az igazán magas tudású edző, és az is egy probléma kint, hogy nincsenek meg a megfelelő edzőképzések, nem alakult még ki az az UEFA rendszer, ami már nálunk jó ideje működik. Ezért az első időszakban tőlünk mentek ki szakemberek, tartottak oktatásokat, tartottak edzéseket, az utóbbi időben pedig már azon a számítógépes rendszeren keresztül dolgoznak, amelyet mi is alkalmazunk az utóbbi néhány évben, és edzések előtti vázlatokat, heti terveket és mérkőzés elemzéseket is már most feltöltik a rendszerbe, ott is megfelelő számítógépes ellátottság van. Tehát azt gondolom, hogy ezen a téren jelentős az előrelépés. Az edzőstáb, hát az a két klubnál majdnem 60 főt eléri. Én azt gondolom, hogy most már egy olyan garnitúrát sikerült összeállítanunk, akik ambiciózusak, akik fejlődni szeretnének, megvan mindenkinek az előrelépési lehetősége, és mint az eredmények mutatják, illetve a fejlődés, a játékosok egyéni fejlődése, mert talán most ezt mi azt gondolom jobban szem előtt tartjuk, mint bárki más az országban, azok azt mutatják, hogy bizony nagyon jó úton járunk, és rövidesen mondom, a legeslegnagyobb cél az, hogy válogatottakat neveljünk, de viszont azt sem elanyagolta, hogy a felnőtt csapatban 7 játékos van már a keretünkben, amely nagy mértékben megkönnyíti az utánpótlás játékosoknak is az ide vonzását. Van még olyan terület, amelyen esetleg fejlődni akartok, vagy pedig most már elmondhat, hogy itt Kisvárda térségében is Kárpátalján, ha feltűnik egy tehetség, mindenképp a szemetek elé kerül? A kinti infrastruktúrális fejlődés az már látható. Jelenleg 6 pályát építünk, kollégiumot építünk kint. Ungváron már a Városi Nagy Stadion felújult, új füves borítás kap, mellette lesz még egy, napokban már elkezdődött egy komoly műfüves, az Avangár Stadionban egy komoly nagy 1568-as világítással rendelkező nagy műfüves pálya. Tehát tulajdonképpen az együttműködés az most már szemmel is látható, mert az infrastruktúra az azt gondolom, hogy az egész Ukrajnát tekintve az nagyon jónak mondható majd, és szeretnénk egy olyan szakmai munkát is a későbbiekben ott kialakítani, amellyel adott esetben a helyiek tudnak versenyezni a magyar szakmaisággal is. 2 éve futballozol itt Kisvárdán, egy kis bemutatkozást elsőként. Mennyi idős vagy, hol kezdtél futballozni, honnan érkeztél? Én Munkásból jöttem, 2 éve már itt játszok. Itt nagyon jó pálya, minden nagyon jó edzeni, és van nagyon fontos cél, ez nyerni bajnokság, menni tovább, és menni az NB2. Mennyiben más Kárpátalján a futball, mint itt Kisvárdán? Tehát mi a különbség az ukrán és a magyar futball között utánpótlás szinten, hogy látod? Ott nagyon erős foci, de itt is van ilyen csapatok, milyen nagyon jó, milyen nagyon erősek, és nagyon nehéz ott is, itt is játszani. Mennyire volt nehéz, vagy könnyű beilleszkedni, mikor átkerültél, hiszen csak országot kellett váltanod? Ott volt ilyen periódok, mikor nagyon nehéz volt. Volt 5 vagy 6 csoport nagyon nehéz, mert játszunk a NB1, és itt játszunk NB3, de ez nem baj, mi fogunk nagyon jól játszani, és megyünk tovább menni. Itt is van 2 vagy 3 nagyon jó csapat. Ki az edződ, és hogyan álltok eddig a bajnokságban? Béla Diák és László Bodnár, nagyon jó edzők, nagyon fontos és nagyon jó edzenek, mindig nagyon jó mutatnak, hogy kell csinálni minden, és minden nagyon jó. Gondolom van példaképet, ki az, és mit szeretnél elérni felnőttként a fociban? Én nagyon akarok, van ilyen nagyon fontos cél, menni tovább, mindig nagyon sok edzeni, és fontos cél lesz menni az NB2 és tovább, NB1, NB2.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is kilép a nemzetközi porondra a Nyíregyháza Blue Sharks U20-as együttese. A kékcápák fiataljai az EBL első tornáján 4 meccset játszanak a hétvégén Kolozsváron. Azért neveztünk, mert a tapasztalataink olyanok voltak, amik alapján szerintem hasznos a játékosaink számára, illetve mindenképpen szeretném azt, hogy egy picit belekóstoljanak a nemzetközi létbe, egy picit megnézzék azt, hogy a határon kívül milyen csapatokkal, milyen játékosokkal tudnak találkozni. Ennek több jelentősége van. Az egyik, hogy a saját erejüket ugye föl tudják mérni, és egy kicsit összehasonlítják azokkal a játékosokkal, akikkel majd nemzetközi porondon lehet találkozni. A másik pedig az, hogy azért egy picit mégiscsak szokjuk azt a légkört, ami a határon kívül található, és hát ha egy picit hamarabb hozzászoknak a felnőtt, vagy úgymond profikos állapdázáshoz, vagy esetleg jobban kedvet kaphatnak a játékosok. Lehet, hogy én egy picit álmodozó vagyok, de úgy mondanám, hogy ez egy kicsit jutalom azoknak a játékosoknak, akik ott lehetnek. Nézze a részvevő csapatok, vagy inkább nemzetek névsorát, gyakorlatilag Spanyolországtól Olaszországon át, Finnországig, Angliáig, Hollandiáig nagyon sok nemzet csapata indulnak. Egyrészt ugye egy új kosárlabda kultúrát ismertek, meg egy új kultúrát is a srácok. Igen, ez így van. Ez a European Young Basketball League ugye arról szól, hogy Európa határain belül működő csapatok ismerkednek meg egymással és játszanak egymás ellen mérkőzéseket. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos és nagyon hasznos lehet a fiatal játékosok számára. Ugye többször beszéltünk már arról, hogy az U18-as válogatott csapatvezetőjeként ott voltam az U18-as Európa-bajnokságon, és ott is azt vehettük észre, hogy az első mérkőzésen, amikor a csapatunk ugyan jobb volt szerintem, mint Ausztria válogatottja, mégis kikaptunk, tehát azt vehettük észre, hogy egy picit más ritmusban, más stílusban játszunk nemzetközi mérkőzésen, és sokkal jobb lenne, hogyha nem egy vereség után szoknánk hozzá ahhoz a ritmushoz, hanem már ezt mi megszoknánk, és tudnánk, hogy mi az, ami vár ránk egy ilyen nemzetközi tornán. Éppen ezért ez jó lehet szerintem ez a felkészülési bajnokság. Hát felkészülési bajnokságnak azért nem nevezhető, de úgy gondolom, hogy jó a srácok felkészülésében és a jobb eredmény elérésében egy ilyen torna. Tavaly a korosztály felső határán a 20 évnél fiatalabbakból állt a csapat, hogyan lesz ez az idén? Ez most is így lesz. Én nem igazán arra koncentrálnék, hogy csak 20 éves játékosok legyenek ott. Tehetséges játékosok lesznek ott, akikből úgy gondolom, hogy lehet kosárlabdázó, és bíznék abban, hogy ez az ő felkészülésüket szolgálja. Ugye, ha megnézzük a lebonyolítási rendszert, azért 3 nap alatt 4 mérkőzést kell játszani. Ez nem nevezhető a legideálisabbnak, de mindenféleképpen azért játsszuk a mérkőzéseket, hogy rutint szerezzünk, és sok tapasztalatot tudjanak gyűjteni a játékosok, és azt hiszem, hogy ez el fogja érni majd azt a megfelelő szintet, ami kell a mi játékosainknak. Az első torna ezen a hétvégén lesz Kolozsváron. Milyen csapattal utaztok, kik lesznek az ellenfelek? A csapat az az U20-as csapat lesz, amelyik a Blue Sharks mérkőzések előtt az U20-as bajnokságot is szokta játszani. Az ellenfeleink pedig ugye az első találkozón a Szolnoki Sportcentrum csapata lesz, majd 2 olasz csapattal fogunk találkozni, és az utolsó mérkőzés pedig a helyi, a Cluj Napoca csapata lesz. Azt hiszem, hogy ez egy szép névsor, és úgy gondolom, hogy kemény mérkőzések várnak ránk. Hogy néz ki a folytatás? A folytatás az februárban lesz egy következő kör, és a következő körnek a helyezései alapján dől el, hogy ki az, aki tovább jut a középső szakaszba, aztán utána pedig egy teljes európai összevont is van, de azért az már elég nagy küzdelem, egyelőre maradjunk annál, hogy jó lenne, hogyha el tudnánk jutni a középső szakaszig. Harmadik bajnoki meccsét is megnyerte a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK a fővárosi Dinamo csapatát fogadta, és a vendégek 8-0-ás vereséggel távoztak a városi stadion Teke csarnokából. Már az első sorban látszódott, hogy nagyon meg kell küzdenünk majd a fontos csapatpontért, ugyanis 60 dobásig fejfej mellett haladtak a csapatok, de a harmadik szedben a Hakker Dezső és a Magyarorsi Péter révén jócskán sikerült elhúznunk a dinamósokkal szemben, és begyűjteni a fontos csapatpontot. A középső sorban még próbálták valamennyire enyhíteni a különbséget, a vendégek 2 legjobb játékosa lépett dobóállásba, de a sérülés jelző Ráski János helyett Kastra Zsolt beugorva meg
megszerezte a fontos csapatpontot, míg mellette a Szolyka Miklós is egy küzdelmes csatában szintén csapatpontot szerzett, és sikerült visszaverni a támadásukat olyannyira, hogy még plusz csapatfát is szállítottak a miénk. Ekkor már 4-0 arányba vezettünk, és több mint 100 fás előnyünk volt, és itt már lehetett azt látni, hogy ez valószínűleg egy 8-0-ás pofon is könnyedén lehet. Nem is volt ez másként, ugyanis a Fehér Béla átlépte a 600-as határt. Első hazai mérkőzésünkön, aki a 600-at átlépte, megszerezte maga biztosan a fontos csapatpontot, míg jó magamnak is végig vezetve sikerült a pontot begyűjteni. A végén meg már csak le kellett játszani ezt a mérkőzést, és hozzáteszem, hogy egy igencsak jó csapatfát, majdnem a 3400-at sikerült megütnünk, úgyhogy mindenképpen elégedettek lehetünk, de még mindenképpen van tartalék ebben a nyíregyházi csapatban idehaza. Mennyire biztató jövőt tekintve, hogy kevés hiányzott a 3400 fához, és az, hogy egy 8-0-as győzelembe tudtátok demonstrálni, hogy komolyan gondoljátok a feljutást? Azért egy 8-0 különbség azért nincs a két csapat között, de ez betudható annak, hogy nem úgy sikerült a vendégeknek a ráiratkozás, és tényleg a pontosság a lényege, hogy a minden párharcot sikerült megnyernünk. Maga a csapatfa inkább az, ami az irányadó. Látszik, hogy egy 3450 fára is képesek vagyunk. Hozzáteszem, hogyha a tavalyi évben ezt a fát hoztuk volna, akkor nem ebbe az osztályba játszottunk volna, tehát mindenképpen jó úton haladunk a jövőnket tekintve. Most az, hogy mennyire volt erődemonstráció? Igen, az volt. Többen megjegyezték a közösségi médiában, hogy ez a nyíregyházi csapat kezd kiemelkedni ebből a mezőnyből, bár még nagyon sok van hátra, ugyanis ez még csak a negyedik forduló volt, de mindenképpen jelezzük, hogy Nyíregyházára ne sok reménnyel érkezzenek majd a csapatok, és mindenképpen ilyen jó játékot kell produkálni hazai pályán, mint idegenben. Újabb mérkőzés következik a hétvégén, kijelenés milyen esélyekkel? Hétvégén Budapestre utazunk a gázművek csapatához. Egy megtátosodott gázműveket látunk a tabella közép-felső mezőnyében tanyázni. Ebből két mérkőzést megnyertek, egy mérkőzést veszítettek el csupán, úgyhogy mindenképpen egy jó mérkőzésre van kilátásunk. Idegenben különösen nehéz dolgunk van, mert azért nem nagyon ismerjük ezeket a pályákat, mert már régen jártunk ezeken a helyeken, úgyhogy mindenképpen a tudásunk legjavát kell majd nyújtani, és bízom benne, hogyha továbbra is így robog a vonatunk, akkor mindenképpen ott is győzni szeretnénk Budapesten, és nekünk csak ez lehet most a legfontosabb, hogy a két pontot elhozzuk a gázművek otthonából. Várható esetleg változás a csapatban, hiszen az elmúlt meccseken rendben voltak cserék, tehát azt jelenti, hogy ha valaki esetleg gyengébb formában vagy munkahelyi elfoglaltság miatt nem ér, akkor van, aki hasonló tudással lépjen a helyére. Szerencsére most bőven van létszámunk, és nem csak azt mondom, hogy létszámunk, hanem játékosoknak is kicsi hullámzó teljesítményéből sikerül mindig a cseréket jókor meghúzni, és ez mindenképpen ebben az évben is már egy nagyon jó dolog, ami a korábbi években a Szuperligában nem mindenkor volt adott. Úgyhogy nagyon fontos dolog, hogy a játékosainkat tudjuk forgatni, a kevés szerepet játszó játékosok is egyes mérkőzéseken részsikereket ugyanúgy élvezhessék velünk. Nagyon fontos, hogy közel 10 fővel vagyunk, akik bármikor bevethetőek, és ez mindenképpen nagyszerű dolog, ugyanis, ahogy mondod, egy betegség hullám, egy munkai elfoglaltság bárkinek közbe jöhet, akkor is nem egy gyengébb csapattal, hanem mindenképpen egy erős csapattal tudunk bárhova utazni. Most sem lesz ez másként a gázüveg otthonában. A hétvégén rajtol a bajnokság a női amatőr NBA piros csoportjában. A nyíregyházi kosársúly a nyitófordulóban a PSP és Pingvinek csapatát fogadja. Elkészülünk több mint másfél hónapja, tehát majdnem két hónapja készülünk. Lejátszottuk azokat az edzőmérkőzéseket, amik úgy gondolom, hogy szükségesek voltak ahhoz, hogy a csapatnál lássuk, hogy milyen úton haladunk. De is igazából, hogy ez a társaság, ez nagyban hasonlít az előző évekhez. Építjük be ugyanúgy a fiatalokat. A juniorok ugye azok már lényegesen több mérkőzésen vannak túl, vagy nekik már egy selejtezőt meg kellett vívniuk, hogy az országos 12-es főtávára fölkerüljenek. Az NB1-jel pedig játszottunk már két mérkőzést, a Debrecen ellen, egyet a Szolnok ellen, tehát úgy gondolom, hogy azokat az előkészületeket, amire szükség van, azt mi megtettük. Aztán nekiválunk a hétvégén a Pécs elleni mérkőzésnek. Az, hogy milyen a mezőny, azt nagyon nehéz megmondani. Tehát én úgy gondolom, hogy az első forduló után, ha látjuk az eredményeket, látjuk azt, hogy kikivel milyen mérkőzést játszott, látjuk azt, hogy mi például hogy tudunk beszállni
egy Peac Pécs ellen, ugye, akinek a második csapata fog játszani, tehát ezek közül a gyerekek közül sokan edzenek az NB1 csapattal is. Tehát akkor azt mondom, hogy akkor már talán okosabbak leszünk a végkifejletet nézve. Egyelőre bizakodóak vagyunk, látjuk, hogy körülbelül kik azok, akiknek játékengedélyt kérte, és ez majd mondom, szombaton fog kiderülni, hogy egyáltalán ki az, aki le fog utazni, ki az, akit egyáltalán csak hazai mérkőzésen fognak játszatni, kik lesznek azok, akik mind a kettőt fogják játszani, ugye a hazai, mint az idegen, és innentől kezdve mondom, okosabbak leszünk, de én a csapatot mindenféleképpen a középmezőnybe várnám még így is. A férfiaknál ugye mióta ilyen rendszerű a bajnokság, mint amilyen most a nőknél lett ez a piros és zöld csoport a második vonalban, egy elég sok olyan játékos jött le a csoportba, aki ott kevesebb játék lehetőséget kapott. Itt a nőknél tapasztalható ez? Igen. Tehát ugye itt most minden eredmény számítani fog, tehát hogy nem olyan, mint az előző években volt, hogy az első három és utána rájátszás van. Tehát ugye itt minden mérkőzésre lehetőleg a legjobb sorra kell mindenkinek elmenni. És meg is mondták egy az egybe, tehát hogy azok a játékosoknak szeretnék, hogy ezt az amatőr NB1-es bajnokságot létrehozni, vagy nem csak létrehozni, hanem hogy egyáltalán játék lehetőség legyen, akik az A-ba kevesebbet játszanak, és ezzel eddig is éltek egyébként a csapatok, és ezek valószínűleg a jövőben is fognak élni. Ugye próbáltunk egyezkedni ezekkel a klubokkal, és mindenki csak úgy volt hajlandó időpontot megadni, hogy ne ütközön az A-s mérkőzésébe. Tehát abban egyértelműen látszik, hogy szeretnék azokat a játékosokat is játszatni, akik az A mérkőzésen is pályára lépnek. És ugye még a hazai mérkőzésünket se tudtuk úgy megadni, ami számunkra kedvező lett volna, hogy egy az egybe beleszólt a szövetség abban, hogy csak úgy lehet megállapodni, hogy ezeknek az A-s kluboknak is ez megfelelő legyen. Tehát én ennettől kezdve itt azért ez nagyon, nagyon erős lesz ez a bajnokság, tehát ugye azok a játékosok, akik akár korosztályos válogatottak is, ezért jutnak szóhoz az NB1-ában, azokat le fogják játszatni NB1-B-be is. Tehát azért itt már azt mondom, hogy a középmezőnybe végezni is egy óriási eredmény lesz. Utazásba, időbe, távolságba többet ellenszámotokra az, hogy most ilyen a lebonyolítás? Természetesen lényegesen többet, mert ugye eddig azért itt a Budapest és a keleti területet próbálták összehangolni. Most viszont azért benne vannak ezekben az utazásokban a Győr-Tatabány, ugye ez még a közelebbi, de Pécsre is kétszer kell utaznunk, ami azért nem itt van a szomszédban. Tehát ott megpróbáltunk úgy megoldani, hogy a szombat-vasárnapi mérkőzést esetlegesen péntek esti elutazással, tehát meglátjuk, ugye ezt is a nagyon nehéz, mert úgy egyeztek be a csapatok, hogy az az időszak már, amikor mi nekünk Pécsre kell utazni, az már nekik a rájátszás időszaka, és nem tudhatjuk, hogy akkor éppen mi fog történni, tehát lehet, hogy éppen akkor NB1-es mérkőzésük van, és akkor mi hiába egyeztünk meg, akkor lehet, hogy ugyanúgy kétszer kell elutaznunk majd Pécsre is. Tehát lényegesen több szabadidőt fog elvenni a gyerekektől. Ugye ugyanúgy, hogy a juniorban is régebben azért megpróbáltak úgy beosztani, hogy a helyek közel a területi elvek alapján. Most természetesen juniorban is kapunk egy soproni csapatot, ami ugye megint nem itt van a szomszédban, de a Sopron legalább annyira örül nekünk, mint amennyire mi örülünk a Sopronnak. Tehát ez egy kicsikét így kemény. Tehát a gyerekek pihenése, tanulása véget, nagyon-nagyon nehéz összeegyeztetni úgy az időpontokat, hogy ez mindenkinek megfelelő legyen. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.